Sziasztok srácok, itt ismét Damien. Egy különleges kártyabontás fog következni, ugyanis egy nagyon kedves ismerősöm, név szerint Hacsi, hozott be nekem műsor után egy kártyát, és megengedte, hogy így kibontsam, és hogy hát videón felvegyem, mert nekem nincs meg ez a pakli, szerintem különleges, és hát nézzük is meg rögtön, hogy miről is van szó. Ez a Bicycle Dragon, ami a Bicycle, hát magának a gyárnak, tehát nincs mögötte producer meg semmi. Ezt akkor itt most kibontom, tehát ezt itt kibontom, megpróbálom megszabadulni a cellofániától szépen. Olyan Damien-esen, tudjátok, amikor egy óráig szórakozunk, hogy kibontsuk, de meg is van, így szépen megszabadulunk tőle. A kis felfüggesztés, áthúzzuk, nagyon jó, megszabadultunk tőle. És akkor nézzétek, ezt szeretem a legjobb, amikor ilyen szépen cuppan kifele, mert könnyebb visszarakni, tökéletes. Na, a Bicycle Dragon egy nagyon szép ilyen ezüstös fóliázást kapott, írtózatosan szépen néz ki. Az oldalain a szokásos feliratok, de jó az a minta itt, ami a hátoldalán van, vagy ugye a háttérben. Illetve, ezt így kifordítjuk és megmutatjuk közelebbről, hogy szép sárkány, és itt is fóliázást kapott, az alja, az extra teteje, üres, semmi extra. Kibontás után, jön ki a friss nyomdaillat, mindjárt, füleken semmi, és akkor megnézhetjük így magát a paklit. Dobozt félre rakjuk. Reklámkártya. Tudjátok, mindig szoktam mondani, a reklámkártya az egy ilyen kihagyott zicser, hogy egy double backert vagy valamit lehetne zárakni, de se baj, van nálunk egy reklámkártyánk. Nézzétek, full tiltes átlap. Nagyon szép ez a kék árnyalat. Hogyha kicsit kiterítjük, akkor láthatját, de szép. Nagyon tetszik, nagyon-nagyon szép. Nagyon szép. Hát tudod, ilyenkor majd kénytelen leszek beszerezni egyet. Tehát, igen. Szép full tiltes, tehát is a hátlapon látható dizájnt kapta meg, és próbálták imitálni a szürkénél ezt a csillogást, ugye a festéssel, de nézzük, várjátok, nyitok még egy legyezőt. Nagyon szép, tökéletes. Na, nézzük. Jokerek, mutatom így. A sárkány. Sárkány. És a design az maradt, csak piros lett itt a két index, a Joker indexe. Micsoda ász, oda néz, micsoda ász, nagyon-nagyon szép, nagyon extra. Na, azt nézem, hogy igen, mintha vastagítottabbak lennének a számok. Mintha vastagabbak lennének szépen a számok. Tehát mondhatni nem is a klasszikust kapta meg, hanem egy kicsit vastagítottak rajta. Dragon, szamuráj vagy valami kínai katonáknak öltözött, és még ott a nyakán ott a dragon felirat is. Milyen szép, milyen szép dáma. És meghagyták ezt az ezüst-kék vonalat. Nézd, még a dragon felirat még be is van tűrve neki ott a kis kimonója alá, illetve a király, még a koronán is. Nagyon jó, neki is be van tűrve ott a dragon. Ez nagyon szép, szamuráj karddal, egyértelmű. Katana vagy mi ez? Ez szerintem egy katana lehet. Na, a vörös lapok, azt nézem, hogy vörösségét tekintve olyan kicsit a narancssárgásabbak lehetnek, tehát nem az a bordó, itt a tízesnél lehet jól látni, nem az a bordó, kicsit ilyen narancsosabb, bár nem is tudom. Vörösnek vörös, az tény. Károbubi, de jól néz neki, minden megkapta ezt a szamurájos, nem is tudom, hogy kínai vagy japán dolgot akar-e követni. Bár hát a katakanáról inkább a japánra hajaznék, de nem tudom. Ilyen apró különbségeket a kultúrákban, az csak aki nagyon benne van, azt tudja. Milyen jó legyezővel van megcsinálva itt a ruhája, mintha legyező lenne. Megint egy szamuráj, a Trefbubi. És akkor visszafele megyünk sorrendbe, ez tipikus Bicycle sorrend. Nagyszerű. Ász. Szép kis Trefász. És akkor jön a királyunk, aki úgy szintén öngyilkosságot követel, itt nekünk ez nagyon tetszik, hogy a kereten kívül is raktak ilyen kis felhőcskéket. Baromi jól néz ki. Dáma, Bubi, és akkor megyünk vissza így a tízesek, és akkor lesz még nekünk egy körászunk, és egy kis írás, amit elolvashattok, igen, a magáról a sárkányokról van szó, így ahogy fejjel lefelé így nézegetem. Igen, a sárkányoknak a jó szerencsét hoz, meg az erő szimbóluma, igen, symbol of the power.
ezekről szól. Na, hát ez egy írtó jó csomag, nekem nagyon tetszik, ez nagyon szép, és ha jól látom, szerintem van Wayback dizájnos, mert el tudom képzelni, megjátok, nézzétek? Ha megfordul egy lap, akkor annak sötétebb a széle. Ha meg van fordulva egy lap, annak sötétebb a széle. Tehát még azt is lehet mondani, hogy egy rejtett van Wayback design van benne. Na, hát srácok, ez volt a Bicycle Dragon. Én köszönöm a lehetőséget, hogy kivonthattam, meg is kaptam a thumbs up-ot. Hogyha nektek is tetszett, akkor ti is nyomjatok rá egy lájkot. Ne felejtsetek el feliratkozni sem, és legközelebb találkozunk, addig is legyetek jók. Sziasztok!